Nyakunkon a Győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, épp ezért a Győr Plusz Televízió egy új sorozatot indít, amely közelebb hozza az emberekhez az olimpia szellemiségét, egy világverseny hamisítatlan hangulatát és az e-jobb sportágait. Ebben segítségünkre lesznek igazi legendák, a jelen tehetségei és a jövő reménységei. Első adásunkban az idei Győri 24 órás vetélkedőre készült legjobb három kisfilmmel foglalkozunk, amelyek témája ebben az évben természetesen nem lehetett más, mint az EJOF. A középiskolások színes, kreatív és mozgalmas videókat készítettek, tekintsünk be együtt a kulisszák mögé. Milyen feladatokkal jár egy főszervezőnek ilyenkor, hogy egy ilyen komplett 2 perc 50 másodperces filmet összerakjon? Hát igazából az ötlet ugye a Városi Diákfórumon keresztül jött, ott kaptuk meg a pályázatot úgymond. Én utána bevittem iskolába egy dökgyűlésre, ott igazából a legnagyobb ösztönzés, én úgy látom, az volt, hogy a 24 órás vetélkedőre pár pontot tudunk ezzel szerezni, amit ugye tavaly iskolánk nyert meg, a Krúdi, amire nagyon büszkék vagyunk. Igazából elég sok munka volt benne, mire minden feladatra embert szereztem, de nagyon mellettem voltak, az iskolai diák önkormányzat elnöksége teljesen partner volt ebbe, tanárainkra is számíthatunk, hogy a videóban is majd lehet látni. Ti az atlétikát választottátok, vagy az kapott legnagyobb hangsúlyt az EJOF versenyek közül. Miért pont az atlétikát választottátok, és hogy kerültetek ki oda az atléták edzésére? Hogy zajlott ott a forgatás? Ugye ezt mi kaptuk, ahogy visszaküldtük a pályázatot, úgy megkaptuk az atlétikát. Iskolánkban a testnevelés tanár által jutottunk oda edzésre, ugye ő ott edző. Bejutottunk egy felkészülésre, úgymond ők is készülnek az EJOF-ra gőzerővel. Hogy sikerült összeállítani ezt a táncot? Miért pont ezt a zenét választottátok, és hogy sikerült ennyi embert összeparácsolni? Hát igazából ez a tánc dolog nem áll tőlünk olyan messze. A DÖK elnöksége segített ebben, hogy összerakjuk ezt a táncot. Nem igazán lett meg az iskolából az összes ember, de szerintem pont ez volt a legjobb az egészben, hogy bárki, akit ott a belvárosba találtunk, ugyanúgy beállt hozzánk, 7 perc alatt megtanulta a táncot, és így együtt össze tudtuk hozni ezt az egészet a felvételre. Törekedtünk arra, hogy ne legyen olyan nehezen betanulható a tánc, szerintem sikerült is. 2 héttel, 3 héttel előtte összeraktuk, akkor elkezdtük tovább küldeni a videót, és a suliban is többször próbáltunk rá. EJOF, mit vártok tőle? Mennyire hoztiteket lázba, illetve készültök-e, hogy ti is úgy részt vesztek rajta, esetleg önkéntesként, vagy nézőként a versenyeken? Ugye Városi Diákfórumban tag vagyok, onnan mindenki, ezt örömmel mondhatom, hogy mindenki önkéntesként részt vesz az ifjúsági olimpián. Előkészületeim voltam, volt ez a kerékpáros tesztverseny, ott mint polgárőr részt vettem a szervezésben, tényleg nagyon jó volt látni, és itt még nézők nem is nagyon voltak, de majd nyáron lesz nagyon jó szerintem, mikor tényleg tele lesz majd nézővel remélhetőleg az EJOF. Szerintem minden sportág érdekes lesz. Utánpótlásnak nagyon jó tényleg, hogy van ilyen is, hogy ifjúsági olimpia, nem csak a nagy. Szerintem egy ösztönzés lehet minden fiatalnak, hogy tényleg ide el lehet jutni, és ez kell a fiataloknak. Let's meet in Győr this summer. Fog hisztás, nami. Bevég, díj, mi gyomsz! Varusizsia, znami! Iszka, moj! Hi, my name is Barbara Petran, and I started my running career in Győr. I was at 2 Olympics, 2000 in Sydney and 2008 in Beijing. And now the Olympics coming to Europe. And I am the meet organizer for track and field, and I hope I will see you guys at the competition in July. I'm sick, but this is a physical sport, and if you want it, you gotta go get it. You gotta play hard for it. Are you hearing what I'm telling you? Because if you quit right now, you ain't gonna never see it.
Talent now, idol in the future. Movie then! Próbáltuk a videót ugye a feltételeknek megfelelően elkészíteni és direkt rövidre vágni, hogy reklám jellegű legyen. Végig GoPro kamerával dolgoztunk, hogy tényleg ez a dinamika meg legyen a videóban, illetve hogyha megnézzünk ilyen biciklis, fixis videókat YouTube-on, akkor látjuk, hogy előszeretettel használják ezt a technikát, és mi is próbáltuk ezt belevinni. Bár a belvárosban forgatunk nagy részt, ez eléggé jól sikerült így megoldanunk, hogy nem esett el senki, mert kellemetlen lett volna ott esni kelni azért az emberek között. Arról részről beszélj nekem, légy szíves, amikor a Hugóval pacsiztok, vagy pacsiznak a kerékpárosok, az hogy oldottátok meg azt a jelenetet? A GoPro-t egy álven segítségével felemeltük a Hugó feje fölé, és jöttek a fixisek pacsizni. A színház felvétele, ott akartunk tulajdonképpen egy ilyen megállást, egy ilyen fagyott jelenetrészt betenni, és akkor azt hátulról távolítva megjeleníteni, és hát így sikerült összességében ezzel lezárni a videót. Ejof, hogy készültök, mennyire várjátok, mit jelent ez nektek fiataloknak, győri fiataloknak? Hát egyrészt nagy lehetőséget, hiszen nagyon sok országból fognak ide érkezni versenyzők, illetve természetesen önkéntesek is. Én is önkéntesként veszek részt, a logisztikánál leszek. Szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy olimpián még nem vettem részt sem önkéntesként, sem pedig hát arra már esélyem nem lesz, hogy sportolóként. Úgyhogy várom és szeretném megtapasztalni, hogy ez milyen is lesz. Én Hugo koordinátorként fogok segítkezni az Audi arénában. Várom már nagyon a feladatomat, érdekes lesz koordinálni ennyi embert. Még nem vettem részt ilyenen, de alkalmasnak találtak rá, így remélem, hogy az vagyok tényleg.
kedvenc ötlete már az elején megvolt a fejünkben. A kivitelezés az kicsit hosszabb folyamat volt, mert sokat változtattunk a koreográfián így időközben. A flashmob, ami a videóban is látszik, az tényleg 45 perc alatt hoztuk össze, hogy jöttek a kicsik is, meg az évfolyamból is így sokan voltunk, 60-an, és mindenkinek meg kellett tanítani a táncot. Ez egy nagyon nagy élmény volt. I'm Filip Pude, I'm from Croatia, and I'm a professional gymnast. Például az a horvát sportolóval, aki majd árulja el, légy szíves, hogy kicsoda is ő valójában. Hogy vettétek fel a kapcsolatot, és hogy érkezett meg tőle ez a videóüzenet? Őt Filip Udének hívják, nem biztos, hogy jól ejtem ki a nevét, de egyébként igen, így hívják. És úgy tudtuk megtalálni, hogy Wikipédiára beütöttük, hogy horvát sportolók, és hát mivel ő egy nagyon híres sportoló, mint megtudtuk, olimpiai ezüstérmes, megkerestük, és hát érdekes módon egy órán belül válaszolt, ami hát számunkra is meglepő volt, hiszen azért az ilyen sportolók nagyon elfoglaltak tudnak lenni. De hála Istennek segítettek minket, és így állt össze ez a jó kis videó. A videóban látható a Hugo, aki mindenfélét csinál a emberek között, és én ennek a szállításában vettem részt. Ami hát eléggé vicces volt, mert nem minden nap lát az ember egy hatalmas kakas jelmezt egy Trabant hátuljában, úgyhogy igazából ez egy nagyon jó része volt a dolognak, és úgy gondolom, hogy nagyon jól össze tudtuk rakni ezt az egészet, és együtt volt a csapat. Mi nagyon várjuk az IOF-ot, ez egy hatalmas lehetőség Győrnek, és úgy érezzük, hogy nekünk is egy jó lehetőség arra, hogy a nyelveket felhasználjuk, amiket az iskolában tanulunk, emellett pedig olyan embereket ismerhetünk meg, akiket máshol nem tudunk. Én is nagyon várom az IOF-ot, mert én még sosem önkénteskedtem, és mindig ki akartam próbálni, és ez egy remek lehetőség. Korte Zsolt vagyok, győrváros polgármester, hát egy poliolimpikon, aki büszke arra, hogy Győrvárosa először Magyarországon olimpiát rendezhet, és több ezer fiatalt tudunk majd fogadni. Nagy küzdelmek lesznek, és az is nagyon jó dolog, hogy Győrben nagyon várják az emberek ezt az olimpiát. Az ifjúsági olimpiát össze tudtak fogni, össze tudunk fogni, és együtt egy erővel, pedig bízom benne, hogy egy nagyon jó versenyt fogunk tenni. Sziasztok! Mészáros Krisztófer vagyok, a Győri AC 15 éves ifjúsági válogatott szertornásza. Velem is találkozhatok 2017-ben, így Győrben, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Let's meet in Győr this summer! Hello athletes, I'm Filip Pude, I'm from Croatia and I'm a professional gymnast. I'm a European, world and Olympic silver medalist. All the athletes, I wish you good luck, good fight and let's meet in Győr this summer. We are gladly waiting to see you at the European Youth Olympic Festival 2017 and wish you the best of luck for the competition. Sziasztok, Sipőc Rihárd vagyok, Európa bajnok judózó, én vagyok az IOF 2017-es egyik kampányarca, velem is találkozhattok itt Győrben. Mi van te folyarál ez a miket? Tometei dromoga. Csakámo vas jubávjuk. We are waiting for you with enthusiasm. We wish you a really good preparation for the competition. See you in July 2017 on the European Youth Olympic Festival.